perfect. Ja, megjött a december, és leesett az első hó. Mikor volt utoljára ilyen, hogy puf, december 1-e, jó, mondjuk most már másodika van, tök mindegy, a lényeg, hogy december kb. Első egy vagy két napja, és kapásból ez. Ez mennyire feelinges már, nem? Na mindegy, gyors update videó, csak mert már nagyon sokan kérdezitek azt, hogy hol a kékhaj, dináj, hol a kékhaj, dináj, dináj, mikor látjuk már a kékhajat, nem kell már sokat várni, de úgy voltam vele még most, ahogy látjátok, még nem kék a hajam, úgyhogy ez most nem egy ilyen reveal, egy ilyen bemutató videó, hogy hú, na, leveszem a sapkába és most kék lesz a hajam, hanem most még nem az, mert úgy voltam vele, hogy már visszaveszem. Szóval úgy voltam vele, hogy mivel most egy ilyen átmeneti időszak van, és most nem fogok olyan sok élőszereplős videót csinálni, ezért most minek fessem be a hajamat, mert befestem, és igazából nem csak videóba kerülne bele maga a kék haj, meg maga a hajfestés, meg, és ezáltal kicsit így elvész a kékhajnak az érdekessége, lényege, és mire elkezdenek videózni, addigra meg már kikopik. Úgy voltam vele, hogy majd, hogyha elérek arra a pontra, hogy na, jöhet a videó rengeteg újra, akkor be fogom festeni a hajamat. Egyébként meg ez valószínűleg hamarabb be fog következni, mint ezt én terveztem, mert most elkezdtek még inkább pozitívabb dolgok alakulni így az életemben, és lehet, hogy sokkal hamarabb eljutok arra a pontra, hogy na, jöhet a videó rengeteg, úgyhogy stay tuned, a kék haj érkezik, léci, ne foggassatok többet ezzel. Vannak egyes emberek, akik nap mint nap megkérdezik tőlem, hogy hol van már a kék haj, hol van már a kék haj, és nem fogom győzni ismételgetni, hogy jön incoming a dolog, csak chill, csak wait for it, úgyhogy remélem ez a videó kielégítő ezeknek az embereknek a számára, hogy lássák, hogy tényleg ez van, most ez a szitu, és majd, hogyha elértem arra a pontra, akkor be lesz festve a hajam kékre. Na mindegy, szóval, ja, leesett a hó, december van, decemberre fogok utazni egyet, egyébként az nagyon-nagyon érdekes lesz, és arra mindenképp lesz videó, úgyhogy arra majd számíthattok, amit nagyon várok én is, és mint mondtam, mint említettem, nagyon izgalmas fordulatokat vett egy-két dolog az életemben, úgyhogy egy-két későbbi videóban majd meg fogjátok látni, meg érteni, úgyis, de annyira szívesen elmondanám, csak most még nagyon korai, és nem akarom most még így nagyon kiteríteni mindenkinek, meg mindenhova az egész netre ezt az egész dolgot, úgyhogy még nagyon, én nagyon izgatott vagyok, meg nagyon várom, meg nagyon kíváncsi vagyok, meg tökre jó lesz, meg érdekes lesz, meg izgi lesz, de most még annyira az elején van, hogy most még chill, most még kicsit szikret, de majd a következő videóban szerintem már jobban be lesztek avatva ti is. Úgyhogy stay tuned, hamarosan érkeznek újabb videók, egy utazós videó mindenképp most itt december tájékáról, és aztán majd később, amint megvan az új hely, lokáció, stúdió, setup, dolgom, hátterem, onnantól kezdve meg visszatérek kicsit sűrűbben. Megint csak, aki úgymond újonnan csekkolt be ebbe a csatornába, a csatornámra, a YouTube-on, ez csak ilyen feeling csatorna, nem kifejezetten rólam, szóval igen, nyilván többnyire engem látok a videókban, de próbálok mindig belevonni másokat is, ismerősöket, havarokat, családtagokat, stb. Minél hangulatosabb videókat úgymond terem, csak igazából csak tényleg az, hogy így mik azok a dolgok, amik szerintem tök jók, pozitívak és hangulatosak az életben, és ezeket én szeretem megörökíteni, akár egyedül, akár társaságban, és szeretek ezek köré kicsit egy ilyen témát ráhúzni, és akkor ezekből videót csinálni, de ez abszolút csak hobbi, csak ilyen szenvedély. Nem arról van szó, hogy én most itt az egómat akarom fényezni, és egyfolytában csak magamat teszem a kamera elé. Nyilván sokaknak lehet, hogy így jön át, és mit tudom én, ez nem szimpi, nem tetszik. Megpróbálom ezt azért a minimumra csökkenteni, én csak szintán szeretek videózásra foglalkozni. Ha tetszenek a videók, akkor tetszenek a videók, ha nem, akkor nem, akkor úgyse vagy itt, úgyse nézel ezt a videót, se úgyse csekkolsz be. Ja igen, egyébként megmutatom, hogy néz ki most ez itt, ez a kis kamera megoldás, amit ide alkottam, csak hogy lássátok, hogy mivel van dolgom. Igen, szóval ezt a megoldást sikerült itt ennek a nagy ilyen, hát nem is tudom, kutyafuttató mezőnek a közepén alkalmazni. Hát tadá! Hát most nem patent megoldás? Tökéletes. Prima! Olyan jó, hogy elmész a lokációra kamerával, ahol tudod, hogy egyszer tudsz kimenni, és fel kéne ott venned mindent, amiről szeretnéd beszélni, de hazafele már way too f***ing late eszedbe jut, hogy basszus, nem mondtam ezt, nem beszéltem erről, nem tértem ki arra, és így f***.
Na mindegy, amit nem említettem, de szerettem volna, hogy igen, elértük a 100-at, ugye a korábbi videóban erre nem tértem ki, azóta már 110 felett is vagyunk, sőt most már robogunk a 120 felé, nem is értem igazából, hogy mi van, kb. Minden nap van plusz egy feliratkozó a csatornán, és így, mármint én tökre örülök neki, de nem tudom, hogy miért, mert kb. Semmi videó nincsen fenn, de thumbs up mindenkinek, aki feliratkozik, illetve... A sapkám is kell, szóval ahogy plusz 5 perc, ha igazítás, chill. Mindegy, whatever. Szóval ahogy látjátok, igen, a kocsiban ülök. Erre is csak nagyon picit tértem ki az előző egy-két videó kapcsán. Igen, a kocsi totál káros lett, mármint pontosabban a motor halott. Volt egy horvátországos utazásunk, így a nyár végén, szeptember elején. Short story long, nem, long story short, whatever. Onnan hazafele jövet robbant le a kocsinak a motorja, most nem megyek bele részletesen, mindegy, igazából a motorblokk lyukadt ki, ezáltal úgymond a kocsinak a motorját tök simán halottnak nyilvánították, egy ilyen 2-3 milliós motor csere motorjavítást tudtak csak felajánlani a szervizbe, amiben nyilván nem mentem bele, hát a kocsi nincs kb. Fél millió sem az értéke, így igazából állnak előttem egyéb opciók, lehetőségek, hogy mit kezdjek a kocsival, de elég valószínű, hogy véglegesen búcsút kell vegyek ettől a Verdától, amit nagyon sajnálok, de 3 évig szenzációsan szolgált is, és igazából, hogyha belegondolok, megérte ez a beruházás, és eléggé hozzánőtt a szívemhez, de ez van, sajnos nem tudok most mit kezdeni vele. Valószínű, hogy bontó lesz a vége. Úgyhogy ennyit a kocsiról. Ja, jó korszak volt, kis haver, de... Most menned kell. Bocs, haver, de most menned kell! Nem tudom, hogy lesz-e új autó, beruházás, stb. Ez majd jövő eldönti. De már most érzem, hogy hiányzik, és a jövőben is hiányozni fog, úgyhogy valószínűleg lesz pótlása, de egyelőre most. Vissza a videóhoz. Szóval, ja, hogyha tetszenek ezek a videók, akkor ennek én nagyon örülök. Ez a videó, ez csak ennyi volt, röviden tényleg csak akartam jelezni, hogy mi a státusz, mi a szitu, stb. Úgyhogy köszi, becsekkoltál. Látjuk egymást a következő videóban. Peace!